A tavalyi világbajnokságban szerzett 6. helyezése után bizakodva utazott a berlini Európa-bajnokságra Hellebrandt Máté. A nyíregyházi gyalogló elmondása szerint élete legjobb formájában várta az 50 kilométeres versenyt, amelyen a legjobb 8 közé jutást tűzte ki célként. Fél távig minden a tervek szerint alakult, Pokrovenszky József tanítványa a második helyen haladt, amikor egy balszerencsés lépés véget vetett versenyének. A saját ritmusomba tudtam versenyezni. A második helyen gyalogoltam, illetve az első bajnak az elején gyalogoltam az olimpiai bajnok Tóth Matej mögött. Pontosan nem tudom, hogy hanyadik körben, de az egyik körben a frissítő állomásnál egy eldobott frissítő palackra. Nagyon szerencsétlenül léptem rá, nem vettem észre, és hát annyira kiment a bakám, hogy kicsit így össze is csuklott a lábam. Ott egy kicsit így meg is fordult a fejembe, hogy nem bírok tovább menni, de ráálltam. Megpróbáltam még menni, és minden lépés nagy fájdalommal járt. Ezt egészen 2 vagy 3 körig bírtam, aztán beláttam, hogy ennek így nincs értelme, mert nagyon-nagyon fájt. Hellebrandt Mátét ellátta a válogatott orvosi stábja, de egyenlőre még nem tudni, hogy mennyire súlyos a gyalogló sérülése. Jobban fáj a lelkemnek, mint maga a fizikális fájdalom. Szóval hát ezt feldolgozni, ezt nem lesz egyszerű. Tényleg egy Európa-bajnokságon ott voltam a legjobbak között. Ebből akár még dobogó is lehetett volna. Persze ilyenkor már felséges arról beszélni, hogy mi lett volna, ha. De hát ez tényleg egy csalódás. A verseny előtt minden rossz forgatókönyv már megfordult a fejembe, de ez a legrosszabb rémálmomba se fordult volna el, vagy meg se álmodtam volna. Hogy ilyen elő fog fordulni pont velem. Sajnos ebből is most már tanulok, hogy erre is tudok figyelni. A másik nyíregyházi versenyző, Szikszai Róbert a diszkoszvetés selejtezőjében lépett dobóköbe kedd délelőtt. Kerekes László tanítványa elsőre 61-66-ra, másodikra 61,82 méterre repítette a szert, harmadik kísérlete pedig érvénytelen volt. Ezzel a 15. helyen végzett, így nem jutott be a 12-es döntőbe.